Kárpátaljai megyei tanács képviselői elfogadták a teritoriális közösségek létrehozásáról szóló távlati tervezetet. Erről nyilatkozott a megyei tanács elnöke Révész Mihályló. A határozat mellett 37 képviselő szavazott. A Kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal épülete előtt, amelyben a megyei tanács ülésezik, tüntetés zajlik. Egy homoki lakos a Homoki Egyesült Teritoriális Közösség létrehozása mellett agitál és ellenzi településének az ungvári teritoriális közösséghez való csatolását. Egész egyszerűen nem hagyják, hogy a közösségek egyesüljenek. A törvények megvannak, a pert megnyertük, és mégsem hagyják. Az emberek nem szeretnének a városhoz csatlakozni, nincs erre szükségük. Nyugdíjas vagyok. Ha bármilyen igazolásra lesz szükségem, akkor ezentúl Ungváron fogom azokat beszerezni. Ungvár mellett lakunk, és tudjuk, mi itt a rend. Nálunk Homokon most minden a legnagyobb rendben van. Jók az utak, a közvilágítás olyan, mint külföldön. A járdákat is felújították, ezért semmi esetre sem szeretnénk Ungvárhoz csatlakozni. Andriiv Bohdán, Ungvár polgármesterének elmondása szerint az Ungvár körüli községek lakosai igénybe veszik megyeközpontunk eszközállományát, Ungváron tanulnak és kezeltetik magukat. Városunk tanintézményeiben közel 1700 gyermek tanul a közeli falvakból. Az óvodákba 750 kisgyerek jár, amely a teljes létszám 12-15%-át teszi ki. A városi kórház betegeinek 20%-a nem ungvári lakos. Ugyanez érvényes a gyermekkórházra és a szülési központra is. Ezért mindenkit egy jól megfontolt döntés meghozatalára szólítok fel. A képviselők megbeszélése és észrevételei kifejezése után a többség szavazatainak alapján elfogadták Kárpátalja közösségi területi felosztásának távlati tervét. Felső-Domonyai, Homoki, Minai Egyesült Teritoriális Közösség szerepel a távlati tervünkben. Tulajdonképpen Ungvár magára maradt, dolgoznia kell ezen. Az összes közösséget, amelyet a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal nyújtott be és bizonyos módszerek alapján kiszámított, meghagytuk a távlati tervben. Vagyis figyelembe vettük a közösségek kívánságait és azok lehetőségeit. Egyelőre csak így tudtuk összehozni megyénk távlati tervét. Feszkov Volodimir, a Politikai Oktatási Intézet szakértőjének elmondása szerint, aki a decentralizáció kérdésével foglalkozik, Kárpátalja távlati tervében 59 egyesült teritoriális közösség szerepel. A megyei tanács által elfogadott távlati terv óriási győzelmet jelent, ugyanis amíg nem készült el legalább ez az úgynevezett piszkozat, addig az ügy nem tudott elmozdulni a holdpontról. De a lényeg, hogy elkészült, és lehet rajta finomítani. Ez a legfontosabb. Feszkov Volodimir nyilatkozata szerint a miniszteri kabinet Ukrajna minden régiójában az év végéig tervezi befejezni a munkálatokat a távlati terveket illetően. Andruszák Andri, Hiszem Andri, hírek a közmédián.